Sziasztok! Trendrakó Marci vagyok, és most elkészítünk egy mosószert, amiből 2 liter mindössze 236 forint. Bizony, jelenleg a boltban az óriási infláció miatt több 1000 forintot is fizetünk 1 liter mosószerért, mi azonban el fogunk készíteni 2 litert. Mindössze 236 forintért. Na nézzük, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá egy kevés, legalábbis 60 g mosódarab. A mosódara nem más, mint egyébként a mosószappannak a leszeléke. Ez a mosószappan most konkrétan Franciaországból van, már barátnőmtől kaptam, de be tudod szerezni az összes csomagolásmentes boltba, sőt, mosószappant rengeteg helyen tudsz vásárolni, bármilyen élelmiszerboltba vagy drogériába, szóval érdemes megpróbálni, azonban az összetevőkre mindenki figyeljünk oda, legyen minél természetesebb és biológiailag lebomló. Első lépésként felveszünk egy kötényt, hogy ne basszuk össze a ruhánkat. Mondjuk igaz, hogy szappannal használjuk össze, de inkább hagyjuk. Na, szóval felveszed a kötényt, és öntesz 2 liter vizet egy lávasba. Amint ezzel megvagy, bekapcsolod a tűzhelyet, vagy a villanyt, bármit, az a lényeg, hogy kezd el forralni a vizet, de nagyon fontos, hogy ne forraljuk fel teljesen. De közben egyébként megkeresed a Trendrakó az ecetes srác jegyzeteibe ezt a csodálatos receptet, folyékony mosószer 118. oldal. Kinyitod, és amíg melegszik a víz, addig rá fogsz jönni, hogy hogy is kell egyébként elkészíteni Trendrakó segítségével. Na jó, nem teljesen igaz, mert itt ebben egyébként Csilla segít nekünk leginkább, és hogyha kipróbáltad, akkor meg is osztatnád velünk a tapasztalatodat. Ja, és be is tudod szerezni a könyvet! A trendrakó.com-on. Na, mint ahogy mondtam, ugye kell hozzá 60 g mosódara, 2 liter víz, és végül opcionálisan illóolaj, én Hervis kubebát fogok beletenni, mert az a kedvencem. Na, hogyha kicsit már melegszik a víz, akkor mehet is bele a kimér mosódara. Amikor megvagyunk a 60 g mosódarával, és már langyosodik a víz, akkor szépen beleöntjük. Ne hagyjuk veszni azt sem, ami egyébként itt lehet a konyhapulton. És elkeverjük. Lehet látni, hogy egyébként már olvad is a mosódaránk. Ez szépen magába el fog olvadozni. Tulajdonképpen, hogyha már meleg a víz, akkor le is tekerhetjük, vagyis hát le is kapcsolhatjuk alatta a villanyt, vagy a tűzt, hogy szépen magától el fog olvadni. Az illóolajat még nem itt tesszük bele, hanem majd, amikor már kihűlt és bekocsonyásodott. Most megvárom, míg elolvad szépen, aztán ki fogom tenni az erkélyre, elmegyek edzeni, futni, bevásárolni, megebédelek, majd szépen ki fog hűlni, és végül belekeverjük az illóolajat, nagyjából 5 cseppet fogok, nem kell túlzásba esni, főleg, ha jó minőségű az illóolaj, és végén össze fogom törni vagy villával, vagy turmixgéppel, és mehet a befőttes üvegbe, na aztán pedig a mosógépbe. Mindjárt jövök. 2000 years later. Na, itt is vagyunk, és nézzük meg, hogy milyen jó kis pudingot készítettünk. Ez ilyenkor így össze van állva, és össze kell törni. És hogy összetörtel új villával vagy turmixgéppel, akkor mehet bele az illóolaj, utána pedig az üvegcsékbe. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Egyébként egy 5 csepp Hervis kubebolajat teszek bele. Nekem ez a kedvenc illatom, olyan, mint egy citromfagyi. Na most benne van, kicsit még összekeverjük, és utána mehetnek az üvegcsékbe. Én külön nem készítek fehér ruhákhoz, azért, mert elszívek belőle a nedvességet ezek a porok. Tehetnél bele mosószódát, nátriumperkarbonátot vagy szódabikarbonát, nagyjából literenként egy evőkanálnyit. De nem szoktam, én amikor fehér ruhákat mosok, akkor teszek külön a mosáshoz mosószódát, vagy nátriumperkarbonátot, amit ugyanúgy meg tudsz vásárolni a csomagmentes boltokba, de nem baszod el vele az egész általános mosószert.
Ketten ezzel megvagyunk, ugyanúgy mehet a mosásban nagyjából 60 milli, és bizony, ez a 236 forintos mosószer, ami ugyanolyan jól mos, mint az Ariel meg a Persil. Ja, csak annyit kell csinálnod, hogy mosás előtt mindig rázz alaposan össze. Na, nyomás mosni, hali! Rázz meg, gyere, rázz meg!